elpukkant a fűtő radiátorom. Amúgy sziasztok. Na! Ő az. Fűtő radiátor. Amúgy a lyukas fűtővel még megpróbáltam azt, hogy itt ezt a három csavart kicsavarva leszedni a csöveket. Itt van bent kettő darab tömítés, két gumitömítés. Azt bekentem ilyen vízpumpa tömítővel, ez a szürke, és visszaraktam, mert hogy hát, ha itt ereszt. De hát lássuk meg, hogy hol ereszt. Illusztrálom, amúgy ne röhögjetek nagyon, miközben illusztrálom, de megmutatom. Na szóval belerakjuk a vízbe. Jó, benne van. Jó. Egyik végét befogom. A másikat meg elkezdem fújni. Hát ez ereszt. És úgy döntött, hogy nem tartja tovább bent a vizet. Egyszerűen elpukkant, és ezt onnan vettem észre, hogy vezettem. Egyszerűen vezetek, ez is jön a pára, nem látok ki az autóból. Úgyhogy éreztem, hogy valami, hát meg fagyálló szag van ilyenkor. És megálltam, lenéztem a lábamhoz, persze áll a víz, nem kicsit. Mégpedig így, hogy itt konkrétan ott tocsog. És a másik oldalon ugyanúgy. Ez mind fagyálló. Úgyhogy nem túl nagy az öröm. Visszarakom. Na szóval befolyt a lábomhoz az összes fagyálló, az összes víz. Nem az összes, csak amennyi tudott. Tartályból elfogyott. Nem voltam otthon, hanem út közben voltam. És még haza tudtam menni, szóval nem forraltam föl a vizet, meg semmi ilyesmi. És egyből neki is álltam. Ilyen délután körül volt, ilyen kettő körül, és hát elég gyorsan lemegy most már itt a nap, úgyhogy gyorsan sovány malac vágtába hozzá kezdtem bontani ki a pirosból a radiátort, mert nem lehet kapni, megnéztem neten, nem volt hirtelen, nem tudtam volna venni, pedig nem drága, 19 euró, mivel nem volt polcon, gyorsan, mert másnap reggel kellett a kocsi, úgyhogy kukázzam ki a pirosból. Ebből. Ja, és ez mindez mínusz 6 fokba. Nem volt kellemes. Na nézzük meg. Ez itt így van bent a radiátor. Itt beljebb, följebb egy kicsit. És így kell kihúzni. Ez a két cső, ez átmegy a tűzfalon. És itt jön ki. Itt az egyik, itt a másik. Ez fog rámenni. Ott a csatlakozó lent. Hogy ott a csatlakozás lent. És itt csak az a dolgunk, hogy két bilincset meglazítunk, lehúzzuk a csövet. Ja, meg a másik. Szóval itt ez a cső, ez itt be van itt ragasztva. És ezt körbe kell valami csavarhúzóval körbe kell piszkálni, hogy kijöjjön a radiátor, mert amúgy nem fog kijönni. Aztán belülről elkezdjük bontani. Kivesszük először ezt a konzolt, ahol itt van a kézifék. Itt jön ki. Kivesszük ezt a konzolt. Ott van egy csavarnak a helye, meg a túloldalon, hátul, ott az ülés mellett, meg itt középen. Oké, és ez ki is jön, és így kifordul. Utána jön ez, a váltónak a boxa. Itt meg, ahogy a váltószakját lehúzzuk, és itt van egy csavar, meg itt van egy csavar. Ezt kiszedjük, utána meg ott fönn még van két csavar. Azt a kettőt kitekerjük, és akkor ez is mozdul az egész. Ez is kijön. Kint van, utána megjön ez. Ez, hát ez el van törve. Ez így jött kitörve. Így. És ezt észre meg fogjuk találni, észre fogjuk venni. Itt három darab csavar van az oldalán. 1, 2, 3. És a másik oldalt is van három csavar. És már ki is jön. Ebbe a két boxba mindegyik csillagfejű csavar, ez a PZ vagy PH2-es, arra már konkrétan nem emlékszem. Ezen meg hatlapfejű 7-es dugókulcsa vagy villáskulcsa lehet kitekerni. És ez lejön, utána már meglátjuk a radiátort, és ha ezt itt körbe leszedtük itt a ragasztást, egy csavarhúzóval körbe piszkáltuk, akkor ez is ki fog jönni.
Ja, meg még van egy izé, itt a csövön még van egy bilincs. Azt meg is keresem. Mertelen hol van az a bilincs. Á, itt van a bilincs, megvan. Ez az. És ez is ugyanaz a hatlapfejű hetes fogja. És ez így van rajta. Ott belül még meg kell keresni, ki kell tapogatni kézzel, már érezni fogjuk a csövet, hogyha ott benyúlunk. És még ez még fogja. Ez még a kasznéhoz még, vagy a műszerfalhoz még oda van valahol itt. Ezt még kitekerjük, és akkor kijön. Nem egy egyszerű művelet amúgy. 2 óra hossz alatt végeztem igazából, hogy ki is bontottam, meg be is építettem a másikba. Úgy néz ki, hogy a hűtővíz nagyjából rendben van, megmaradt benne, úgyhogy a bontott úgy néz ki, hogy működik. Meg is nézem, ha már itt vagyok. Jaja, nagyjából megáll benne a víz. Úgyhogy jól dolgoztam, meg a régi radiátor az bírja, nem tudom meddig. Mit szóltok ehhez, milyen szép? Nem bírtam ott hagyni, kb. 1000 forint volt. Nagyon fontos amúgy egy ilyen öreg autónál, hogy berakjunk egy ilyen olajgőz. A kartelgázszűrő, azaz. Na hát szóval ennyi. Ennyi a történet. Még valahogy ki kell könyörögnem onnan a vizet a beltérből, mert az anyósülésen is, anyósülés alatt is áll a víz, meg a sofőrülés alatt is áll a víz, úgyhogy fantasztikus. Örülök neki. Hát mindegy, ez van. Ez a öreg autózás szerelmeseinek. Na mindegy. Öreg autózás szépségei. Ez, hogy mindig van vele valami. Mindig. Jut eszembe, nagyon szépen köszönöm a kommenteket, mint kiderült, hogy van a motor kopogós videó, és kiderült, hogy azért kopog a motor, mert a dugattyú, ami benne van, lefeljárkál a 4 dugattyú, annak a szoknyája az van egy kicsit így megnyomorodva. Hidegen még kisebb a dugattyú, mivel nincs, hogy mondjam, még nincs bemelegedve, és egy kicsit szűkebb, ezért mocorog a hengerbe. És ahogy robban, úgy gondolom, oda csapódik a hengerfalnak. És mihelyest bemelegszik, akkor meg már nem tud annyira kopogni, úgyhogy azért múlik el. Én ezt a teóriát elhiszem, mert hajtókar csapágyos nem lehet, főtengely csapágyos nem lehet, mert az mind a kettő melegen is hallatszana. Mint kiderült, nem hidrotőkés, hanem lapkás, úgyhogy hidrotőken megint nem lehet. A szelepek nem így csattognak, annak más hangja van. Köszönöm szépen annak az úriembernek, aki szépen elmagyarázta nekem. Hajrá kommentelők, kommenteljetek, okosítsatok engem is, meg a többi társatokat, aki nézi a videót, és ugyanígy 400-as szériájú Volvo-ja van. Na, köszöntöm, hogy megnéztétek a videót. Ki lett cserélve, jó lett, bár nem tudtam sajnos kamerázni, sajnálom. Hát az idővel harcoltam, hogy ne sötétedjen rám, úgyhogy nem volt rá idő. Na, sziasztok a következő videóig. Hello!